Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit 90 napos elvonulásunk záró napján. Mondjuk el az Om Nám mantrát közösen 7-szer. Köszönöm szépen. Hallod ezt a hangot? Akkor tapasztalod a lényeget. Nem ragaszkodsz ahhoz, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlelsz, gondolsz, érzel. Eléred a megszabadulást, az egység állapotát, amely független a szavaktól. Hallod ezt a hangot? Akkor tapasztalod az igazságot. Tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel, cselekszel és beszélsz. Hallod ezt a hangot? Akkor helyesen működsz. Ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ha valaki éhes, enni adsz neki. Kilencven napig gyakoroltatok. Mit visztek haza? Mivel mentek tovább az úton? Mi lesz az elmétek tarisznyájában? Ha csak a lényeg, igazság és működés hármasságát viszitek el magatokkal, akkor egy jó ideig nem lesztek éhesek. Aztán az elme legyártja azt, amitől ez a világ nem lesz elég, amitől ez a világ jó vagy rossz lesz, amitől egy ember számodra megbízható vagy megbízhatatlan lesz. És végül legyártja azt, amit nem tudunk elviselni. Az elmúlt pár ezer év bőven elég volt arra, hogy az ember csoportos, családi, páros és egyéni karmáját szemügyre vegyük. Valójában mit csinálunk itt ezen a földön? Tudjuk, hogy miért vagyunk itt? Amíg nem tapasztaltuk igazi önvalónkat, valójában nem fogjuk tudni, hogy miért vagyunk itt. Mert nem tiszta a tükör. Nem látunk világosan. Amíg az elme duális hánytorgásait követjük, nem alkothatunk helyes képet sem a másik emberről, sem magunkról. Sem a világról, sem a dolgunkról. Igen, veszélyes kérdés föltenni azt, hogy mi a dolgom. Mert Úristen, mi van, ha megtalálod? És már nem tudsz pótcselekvésekbe menekülni. Nagyon veszélyes föltenni a kérdést, hogy ki vagyok. Mert végre eljuthatsz egy olyan válaszig, amely nem egy újabb önkép. Ez az egész földi élet egy veszélyes üzem, mert mindannyian belehalunk. Nincs menekvés. Ahhoz túl sokáig élünk,
hogy csak úgy tengjünk, lengjünk, ez senkinek nem jó. Még aki végigutazhatja az életét, mert megteheti egy idő után, az is megcsömörlik tőle, és elmegy önkéntesnek Afrikába. Viszont egyáltalán ezzel a pillanattal, ezzel az elképesztő rövid pillanattal, amit csinálunk. Tehát túl hosszú az élet ahhoz, hogy csak úgy eltöltsük, viszont elképesztően rövid ahhoz, hogy az összes célodat megvalósítsd. Mit teszel? Mi lesz a legfontosabb? Ki lesz a legfontosabb? Tehát egyszerre nagyon kevés időnk van, és egyszerre rengeteg az élet, több évtized. Aki jól csinálja, az 3 Szaturnusz ciklust itt tölt. Mit kezdünk vele? Hát egyszerre kell azt látnunk, hogy ebben a pillanatban minden itt van, és azt is, hogy rövidebb, hosszabb ciklusok egymás utánisága az egész. És közben tudjuk, hogy a térés az idő tapasztalata csak azért ilyen nekünk, mert az elmeink ilyen, mert az emberi elme ilyen. Ha más műszerrel érzékelnénk a valóságot, akkor másképp érzékelnénk a teret, az időt, a jelenségeket, a karmát, mindent. De mi ezek vagyunk. Az 5 skanda vagy 5 személyiség építő, ahogy olvashatod a Szívszutrában. Tehát test, érzékszervek, érzékelés, tudatosság, reakció, akarat. Valójában miből vagyunk összerakva, mit viszünk a hátizsákban? És ezen azt tanítja, hogy igen, ez a hátizsák, a karmádnak a tára levehető, lerakható a földre, ebbe a pillanatba kinyitható, a tartalma szabadon cserélhető. Azt nem tagadhatod, hogy valamivel csak leszülettél. Valamilyen üzemanyaggal csak megy ez a motor. A zent szeretik az emberek vallásnak beállítani, tudjuk, hogy nem az. Szeretnék filozófiának, pszichológiának, tudománynak beállítani, tudjuk, hogy nem az. De megjelenhet vallásos köntösben, lásd Kelet, megjelenhet tudományos, pszichológiai köntösben, lásd Nyugat, és bárhol lehet belőle filozófiát csinálni, hiszen a bölcsességet azt szeretjük. Gondolkodni, beszélni, azt szeretünk. Az könnyű. 90 nap alatt végre cselekedhettünk, és ez a csak tedd, a helyes irányvétel meglátása, a helyzet meglátása, a kapcsolat meglátása, a teendő meglátása, ez az, ami irányt ad a csak teddnek. Egyszer a keleti parton Sung San Sinyim első tanítványi csoportja egy hatalmas épületet renovált, ez később a Cambridge Zen Központ lett, és ilyen kalapácsokkal, ilyen hatalmas ütésekkel gipszkarton falakat törtek át. És az egyik elég ötletes munkás, mindenki zen gyakorló volt, átment a fal túloldalára, és egy hatalmas samu kalapács egy óriásit vágott a gipszkartonra, az eltört, és pont a másik tanítványnak így az arca előtt kibukkant a túloldalon a kalapács. Az meg felordított, meg vagy őrülve, majdnem fejbe csaptál. Csak csináld! Csak csináld! Megkérdezték Sung San Sinyimot a jelenetről. Mindenki kezdő volt, tehát itt még nem volt nagy válaszadás. Azt mondja, a csak csináld nem azt jelenti, hogy vak vagy. Na, kinek van kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy törvényszerű-e az, hogyha kimegyek innen, azt tapasztalom, hogy nagyon gyorsan szétesek. Onnantól kezdve, hogy egyedül maradtam, onnantól ez az ereszdel a hajam volt. Tehát megengedtem magamnak, hogy bekapcsoljam a tévét. Ez nem a megengedés volt, hanem egyfajta ilyen... Megengedés, az. Jó, oké. Okay. Bekapcsoltam, eleresztettem, megcsináltam, megettem, megittam, megnéztem, meghallottam, megmondtam, szétestem.
Így van. Nagyon jól csináltad, mert végre a zen gyakorlat hasznát és nélkülözhetetlenségét tapasztaltad. Amikor az energiát kívülre kerül, az az érzékszervek kapuin keresztül történik, ezt a taoisták úgy mondták, hogy a hat tolvaj. A hat tolvaj ellopja az energiádat, ellopja az összeszedettségét, mert állandóan ott kint keresel valamit. És ez belül itt kimerül. Oké? Okay? Úgyhogy az összeszedettség az fordítottan arányos az ellenállása. Ha ellenállsz valaminek, az addig sikeres, amíg az erőt ki tudod fejteni valamivel szemben, vagy valakivel szemben. Amikor elfogy az erő, az bejön. Tehát itt a gyakorlat energiája eléggé egyben tartott téged is, mást is. Kimész, a környezet megváltozik, a társaság megváltozik, energiaszint lecsökken, az ellenállás már nincs meg, és akkor butaságokat csinálunk, vagy olyasmit, amit megbánunk később. Nem ellenállni kell, felismerni kell. A teret meg lehet ütni? A teret ki lehet meríteni? Tehát a tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot kellene elérni, és látni, hogy a karmát hogy mozog azon keresztül. Ami elé bármilyen felületet tartasz, arról a felületről a karma visszapattan. Ha nem tartasz elé énséget, felületet, az átmegy. Szabadon. Nagyon-nagyon elcsépelt szó, hogy az elengedés. Nem szeretem használni, mert szerintem ez a fogalom veszélyes, mert hegymászás közben valaki zen gyakorol, elengedi a kötelet, és vége van. Tehát a zen az nem az elengedés. A zen annak a felismerés, hogy mikor kell megfognom, meddig kell tartanom, mikor kell elengednem. És a centert azt tartjuk, a pillanat tisztaságát tartjuk, azt nem engedjük el, az összeszedettséget tartjuk. De minden más butaságot, amit jön és megy a tudatunk terében, azt nyugodtan elengedhetjük. Miért? Ha elkezdesz foglalkozni vele, akkor felületeket kap, nézőpontokat kap, elkezded elemezni, elkezdesz rajta gondolkodni, és akkor egyre több energiát kap. Ismerős ez, hogy anyuka, apuka ül az autóban, apuka vezet, anyuka. Zsigmond, ne menjél bele a kátyúba! Ne menjél, megmondtam, ott a kátyú, ne menjél bele! Kész. Mert Zsigmond is, és Klárika is a kátyúra figyelt, mert állandóan az volt az agyban, hogy nehogy belemenjenek a kátyúba. De a félelmed összes tárgya így működik. A vágyad összes tárgya így működik. Tehát vissza kell tudni vonni az energiát az érzékszervek elé, hogy a hat tolvaj ne lopja el. Oké? Okay? És akkor rendben vagy. És akkor ez még mindig azzal függ össze, hogy tulajdonképpen szenvedtetem magamat? Igen, azzal függ össze. Köszönöm szépen. Szívesen. Ami felmerült bennem, hogy mikor innen kimegyek, akkor azt tapasztalom, hogy egy ilyen üres fehér lap vagyok, vagy egy áttetsző fehér lap, amin keresztül megnyilvánulnak dolgok, és egy teljes illúzióvesztés. Tehát nem zöld vagy fekete, hanem egy fehér lap. Igen. Értem. És teljes illúzióvesztésben vagyok, és aztán elkezdődnek a hétköznapok, és újra munka, szabadidő, tánc, és jönnek vissza az illúziók, és nehéz valamelyik... Miért az illúziók jönnek vissza? Miért nem a munka, szabadidő és tánc? Mert valahogy még mindig hozzá kapcsolódnak illúziók a fejemben, és nagyon nehéz leválasztani, és valamelyik jó. És... jó, és megélem, de közben meg, mintha kívülről nézném, most egy ilyen állapotban vagyok. Akár a tánc. Mi lenne, ha úgy néznéd, hogy az egyszerre van belül és kívül, hiszen a zen, a gyána, az az egyéválás. Ha egyéválsz, akkor nem kívülről vagy belülről nézed, nézed. És nem fölülről vagy alulról, oldalról látod, látod. És hogyha az illúziók úgy elborítanának, akkor tessék a lélegzethez visszatérni, mert a lélegzetben egy darab illúzió nincs. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a különbség a személyiség és az ego között? A személyiség, a sejt,
Az ego az a sejtfal, amelyik bezáródik, és nem engedi a sejtet lélegezni. Ezt így nem értem sajnos. Tessék a kálium-nátrium pumpa működését dr. Orosz Ádámtól megkérdezni. Az az egészséges kölcsönhatás a sejt és a környezete között. Például, amikor a sejt önmagával és a környezetével tisztában van, nem szaporodik túl. Tehát gondold el, hogy az ujjad az tudja, hogy hol érjen véget. A körmöd tudja, hogy mekkora legyen. Nődöggél, de itt az ujjadon tudja, hogy mekkora. Nem nő visszafele, csak lefele. A fülcimpád így arányban áll a füled többi részével. Figyelted? És nincs, hogy úristen, túlnőtt a fülcimpám. Tehát a sejt az tudja, a környezetét tapasztalva és a belső kódját tapasztalva egyszerre tudja, hogy meddig menjen el. Ezt hívjuk a karma relativitásának. Tehát, hogyha látod a karma relativitását és tudatáltali teremtettségét, akkor pontosan érzed a határokat, ez az egészséges személyiség. Ha nem, akkor korlátozottnak érzed magad, ez már egy ego tapasztalat. Tehát, hogyha a sejtet vissza kell nyomni, hogy ne szaporodjál túl, mert onkogén sejt, azaz rákos sejt leszel, és elpusztítod a környezetedet, akkor abszolút karma van, ami azt jelenti, hogy csak én vagyok a fontos. Ez az ego. Tehát az egészséges személyiségre szükség van, de az egoitás abszolút vasfalától ments meg, Uram, minket. És az az érdekes, hogy az egoitás önmagában nem létezik, a sejt eldöntheti, hogy a falát átjárhatónak tartja meg, vagy pedig lezárja. És az egyik az egészséges együttműködés a személyiség integritásával, a másik pedig egy túlszaporodás, önmagunk elkülönülése, elkülönítése a környezetünktől. És hogyha megnézed most az emberiséget a föld kerekén, akkor mi egy hatalmas rákos daganatként viselkedünk. Nagyon ritka az, hogy tömegben, nagy társadalmi szinten tudjuk a határainkat. Onnan vevődik észre, hogy szenvedünk és szenvedtetünk. Ekkor nem tudjuk a határainkat. És ekkor korlátok kellenek. Le vannak rakva, főleg az írott törvények formájában. Miért? Mert az íratlant elfelejtettük. Tehát, hogyha egy sejtcsoport a szervezetedben nem tudja, hogy hol álljon meg a szaporodásban, műtét, kemó, egyéb kezelések. Ha a sejt át tud lélegződni a valósággal, hogyha felismeri a helyzetét, ha nem felejti el önmagát, akkor ez nem következik be. Minden ilyen egoitás problémának a gyökere az identitás helytelen felfogása. És hogyha tapasztalom igazi önvalónkat, akkor látom, hogy a másikban is az van. Tehát hogy tudnám önmagamat károsítani? Hogy tudnám önmagamat szenvedtetni? Ide nagyon kevesen jutunk el a tapasztalat szintjén, és előszeretettel különítjük el a másikat, hogy az más ember, mint én, lényegileg. Nem csak az arca, a lelke. A természete más, mint az enyém vagy a többieké. És ezzel az elkülönítéssel, diszkriminációval, ítéletalkotással elkezdünk úgy működni, mint egy rákos daganat. Úgyhogy az egoitás az szükségtelen és illuzórikus, azt le lehet vetni, meg lehet változtatni. De a sejtre, az egészséges személyiségre, arra szükség van, anélkül nem tudunk élni. És az egyik relativitása, illetve a másik hamis abszolút volta, elég jó iránytű, hogy hol voltál te egészséges személyiség, és hol lettél rusni a nagy egoitás. Jó? Hogyha már itt van nálam, akkor feltennék még egy kérdést, hogyha lehetséges. Hogyan lehet helyesen kipihenni egy kjolcsét? Egy másik jolcséval. Várunk vissza a jövő december elején. Mik a 10 világ te és a 6 világ? A 6 világ benne van a 10 irányban, vagy 10 rétegben. Mostanában sűrűségnek szeretem hívni őket, 10-féle sűrűség. A fönti a legritkább, hogy mész lefelé, egyre sűrűbb. Tehát a felső 4 az a
Pratyéka Buddha, Srávaka, Bodhisattva és Buddha. A Pratyéka Buddha az önerőből megvilágosodók, Srávakák a hallgatók, Bodhisattvák a megvilágosodottan visszatérők, és a Buddhák a teljesen felébredettek, akik már csak tudatban léteznek. Ez azért érdekes, mert ez a négy egy olyan küszöbbel van elválasztva a hat keletkezett világtól, amelyet mi a születés és halál küszöbének hívunk. Hogyha feldobsz egy tárgyat a Földön, az vissza fog esni mindaddig, amíg az első kozmikus sebességet el nem éri. Ha az első kozmikust elér, elhagyhatja a Föld pályáját. Tehát a fizikában itt van a határ, a Földre visszaeső és a Földet elhagyó tárgyak között. Tudatilag ez a megvilágosodottság foka, a karma letételének a foka. Tehát ha te itt annyi karmát letettél, hogy már nem kényszerből születsz újra, akkor te túllépted az élet és halál kényszer küszöbét. És ez nem négy külön világrész, hanem sokkal inkább olyan, mint egy tortának a négy cikkeje. Ahhoz, hogy ezt elérd, mind a négyre szükség van. Tehát önerőből el kell tudni érni a felébredést. Meg kell tanulni hallgatni. Ez inkább az első, és az önerőből a második. Utána mások segítése, ez a bodhiszattva út, mert ez egy érdekes egyenlet, hogy mindenki saját magán dolgozik, meg önismeret, meg mit tudom én, de kiderül a nagy úton, hogy mások aktív, önzetlen segítése nélkül a személyes megszabadulásod nem érhető el. Ez egy ilyen egyenlet. Minél többet segítesz másokon, és gyakorolva teszed ezt, nem pusztán jó szándékból és jó karmából, hanem gyakorolva, nem duális alapról teszed ezt, annál inkább a személyes megszabadulásod is előre megy. Ha ezt nem láttam volna működésben kultúra függetlenül, akkor nem mondanám. De akárhova mész, Ázsia, Európa, Afrika, Amerika, Antarktika, bárhova, ez így megy. Hát elképesztően társas lények vagyunk. Hogyha a bodhiszattvának mindig lesz dolga, sosem leszünk munkanélküliek ezen a földön, mert a szenvedést sokkal gyorsabban termeljük újra, mint a felébredést. És a Buddha állapot pedig az tényleg az alap, az alfa és az omega, a forrás és a cél egyszerre. Erről úgy nem nagyon lehet beszélni, és nem is nagyon érdemes. Tehát a születés és halál kényszer küszöbét, azt ezzel a négy nagyon fontos aspektussal tudja a tudatod meghaladni. Tehát felébredés nélkül nem megy, mások segítése nélkül nem megy, önálló erőfeszítés nélkül nem megy, és a meghallgatás, befogadás nélkül sem megy. Tehát amikor már nem elég az elszakadási sebesség, akkor ez a tárgy egy gyönyörű pályagörbét leírva visszaesik a Földre. És így a keletkezett világokban hat félét különböztetünk meg. Az első, amik nagyon sokáig fönt van, ez az istenek világa. Nincs fizikai testük. Energia és mentáltest van csak. És engedelmeskednek az inkarnálódott állapot törvényeinek is, úgy, hogy ők nincsenek ott. Tehát a törvény ugyanaz, ez a dharma, de hogy éppen született testben lévő, vagy nem született fizikai test nélküli állapotban vagy, ez megkülönböztetés szintjén helyes, de a törvény ugyanúgy érvényes mindkettőre. Ez nagyon fontos. Azt hiszed, hogy a halállal megszabadulsz. Nem, te nem szabadulsz, meg levetetted a testet, elvesztetted a szerszámos ládádat. Oké? Okay. Tehát istenek, utána egy kicsit sűrűbb energiatest, félistenek, emberek, tehát ez még nyitva van, mert ki tudtuk mondani, hogy én, de alig. Utána egyel alatt állatok. Tehát az állatok olyan intelligensek, hogy néhány faj sokkal intelligensebb, mint az ember. De láttál delfineket világháborút vívni? Ugye, hogy nem? Láttál lovakat egyet nem érteni? Persze, néha egy kicsikét, hogy
néha még rugdosódnak is, hogy megharapják a másiknak a marját, de ez benne van a pakliban, ezen nincs semmi baj. Egymás életére soha nem törnek. Az ember az igen. Alattunk vannak a démonok, ilyen szellemek, és legalul a pokollakók, amikor már nagyon sűrű a kátrány, és a szenvedés végtelennek tűnik. Tehát ezek eltérő sűrűségű vagy kötöttségű létállapotok, az ember alatti már nagyon kötött. Miért? Mert amennyire szeretjük az állatok egy részét, ők nem tudnak megváltozni úgy, hogy az identitásuk is megváltozzon. A kutya nem tud kutyább lenni, ő mindig kutya lesz. De kutyátlan se lesz, és kutya fölötti se lesz. Az ember, az sajnos tud embertelen lenni, néha ember fölöttinek tűnik, és néha olyan ember alatti döntéseket hozunk, hogy borzasztó, és életeken keresztül visszük a bűntudatot miatta. Az ember azért érdekes, mert rálát mind a tízre, de eléggé lent van. Alulról a negyedik. Nézd meg, nem állunk jól. Egy picikét itt kihúny a fény, és olyan állatmódjára, vagy démonmódjára tudunk viselkedni, vagy poklot teremtünk egymás számára. Tehát a hat keletkezett világ, az forog körbe. Élet és halál. Testesülés, test levétele. Ez a szamszárikus körforgás. És az a helyzet, hogyha valaki a születés és halál kényszerküszöbét meghaladja, akkor is jön. De vállalásból. Nem kényszerből. Ez egy olyan megkülönböztetés, ami számodra nagyon hasznos lehet, hogyha megnézed, hogy mely karmádat viszed a vállalás szintjén, elvállalod, hogy te ezt hoztad, a te hátizsákodban ez van, és melyik karmával harcolsz még, és megpróbálsz úgy tenni, mintha az nem lenne, vagy mely karmát akarod úgy elhinni, hogy bebeszéled magadnak, hogy te az vagy, hogy az neked megvan, de valójában nincs. Nincs benne az izsákban. A vállalástól lesz valami kezelhető. Vállalod azt az önmagadat, akit lehoztál ide. Ettől a vállalástól lesz ez eszköz és nem cél. Ettől tud megtisztulni. Mert elismered, hogy igen, én ezt hoztam. Én gyárilag, korábbi inkarnációim összességeként ez vagyok. Enélkül az őszinte ráismerés és meglátás nélkül nincs haladás az úton. Tehát állandóan valami gőzös illúziót, fantazmagóriát és hamis önképet próbálunk meg magunkra rakni, amely nem igaz. Úgyhogy érdekes módon az emberi lét, amelyet elég sűrű, nézzük, úgy elhisszük ezt a testet, mint a sicc. Az összes érzékszervi hatást, főleg az elménk működését, az érzelmeinket, az objektív múltunkat, jelent és jövőt, ezt úgy elhisszük cson nélkül. De mégis ebből lehet fölébredni. Hogyha egy labdát, jó, erősen fölfújt labdát, lenyomsz a víz felszíne alá, egyszer csak elengeded, akkor az a víz felszíne fölé fog emelkedni jóval. Az ember ebben az elképesztő meghatározottságban, ami a földi karma, olyat tud emelkedni, ha jól csinálja, amit a felsőbb, ritkább világok nem tudnak. Ezért van benne a tanban, hogy emberi újraszületés nélkül nem érhető el a felébredés. És hogyha őszintén körülnézel magadban és körülötted, akkor így fölteszed a kérdést, hogy enélkül? Na ne. Ez kell hozzá? Hogy? Ez a borzalom? Mert néha az. De miért ez kell hozzá? Azért, mert bennünk egyesül a múlandó és az örök. Bennünk egyesül a látó és a látott. A keletkezett és ami nem keletkező. Tehát mi ebből a kettőből vagyunk összegyúrva, pont a félúton. Oké? Okay? És ezért mehetünk le is, meg föl is. Úgyhogy
ez az emberi inkarnáció, ez nem jó és nem rossz. Fel kell ismerni, hogy ez mire való. Fel kell ismerni, hogy mire használható. És használjuk föl arra. Tehát ez nem véletlen, hogy minden egyes nap elmondjuk a négy bódhiszattva fogadalmat, mert hogyha nem ébredünk föl, ha nem segítünk másokon, hogyha nem vetjük le a szenvedélyek kötelékeit, ha nem tanuljuk meg a tant, akkor ez egy elképesztően borzalmas egzisztencia is tud lenni. Nyisd ki, légy szíves, a körzőt most csak ilyen 600 kilométerre, rajzold meg, és ebben az 1200 kilométernyi átmérőben mi történik? Csak ezt nézd meg. Most, ebben a pillanatban. És mindent megtalálsz. Úgyhogy legyünk emberek a realitás és transzcendens nézettel együtt. Tehát lássuk magunkat és a világunkat, a másik embert is reálisan, és egyben haladjuk is meg, és lássuk még jobban, és alakítsuk át. Azonosulásunk mértékében kötődünk az illúziókhoz, ezt mindenki tudja már. Nem azonosulásunk mértékében tudunk változtatni a karmánkon. Amíg te azt hiszed, hogy a hátizsákod rá van varva a hátadra, addig nem gondolod, hogy az levehető. És miért az azonosulás megszűnik, lerakod a hátizsákot magad elé, meglátod, elismered, hogy mi van benne, és elkezded ki és berakni a cokmókot. Utána megint a hátadra veszed, és mész tovább. Köszönjük szépen. Szívesen. Következő kérdés. Az lenne a kérdés így a kiocse után, hogy például nekem az alvás az nagyon minimálisra csökkent. Ez mennyire marad meg, vagy attól változik? Függ, mennyit eszel. Ha az evés is minimálisra csökkent, meg a beszéd is, akkor nagyon sokáig keveset kell aludnod. De hogyha sokat eszel és sokat beszélsz, akkor előbb-utóbb az alvás is meg kell, hogy hosszabbodjék. Ez lesz. Ti annak idején, mikor elvonultatok ott kint, akkor mit használtatok? Csak a jóga elég volt arra, hogy átmozgassátok a testet, és azokat a fájdalmakat, amin mi is itt keresztül mentünk a 90 napon. Jóga, séta, munka. Ez a három. És ennyi elég? Ennyi elég. És a leborulás, ami hát nem mellékesen annyi energiát tud gerjeszteni, hogy mondjuk 2 hét gyakorlat után, hogyha ez a napi 400-at eléri, elmúlik az izomláz, és egyszerűen egy olyan energiállapotban ülsz, ami már teljesen más, mint amikor elkezdted. Hát én élénken emlékszem, közel 30 évvel ezelőtt, amikor Vondo Sunim, Buddha nyújtsa hosszúra életét, szerzetesként visszajött Lengyelországból úgy, hogy én még csak egy darab egy hétvégés elvonuláson voltam túl, ő pedig az első 90 naposa után jött. És az első hétvége alatt így majd szétszakadtam térdileg, teljesen. Ő meg 90 napot végigült, és ilyen sugárzó arc és fantasztikus jelenléttel megjelent. És így megkérdeztem, hogy Szunyi, te ezt hogy csináltad? Nem fájt? Erre azt mondja, nincs, ami fájjon. És akkor jó mondom, de ezt most fejtsd ki egy kicsit. Azt mondja, figyelj, 2 hétig elég erősen gyakorolsz, az összes ilyen fájdalom elmúlik. És később ezt mondtam úgy máskor és máshol, hogyha egy hajós kapitány buta és rávezeti a zátonyra a hajót, fölül tényleg csak a víztükörben, de rögtön alatta ott a szikla. És úgy elakadsz, külön vontató kell, hogyha épp nem esett szét a hajód. De hogyha a kapitány okos, és megemelkedik a vízszint, mert megvárja a dagályt, néha másfél-két méter tud emelkedni bizonyos tájakon, akkor bőven a zátony fölött szépen át tud hajózni. Na ez az az energiaszint emelkedés, ami az énekléssel, a leborulással bizony elérhető, és akkor teljesen más az ülés élménye. Köszönöm. Azt érzem így segítőként, most egy picit így nehezebb hetem is van, hogy nagyon belevonódom, akiknek segítek azoknak a karmájába, vagyis picit azt érzem, hogy pakolom a hátizsákomba az övékét is, és most nem annyira találok rá módszert, hogy lerakjam magam elé így a
cakumpak az egész. Muszáj, muszáj, mert ez a transzferencia, ami által a saját hátizsákodba beemeled a kliens karmáját, ez egészségtelen. Neki se jó, de ezt később veszi észre, te hamarabb. Tehát mihelyt azt veszed észre, hogy a kliens benne van a hátizsákodban, azon nyomban leveszi, szállják ki innen. Ez úgy nyert, hogy ez nem én vagyok, ez a kliens karmája. Tehát ez szépen így, mint ahogy biciklivel mész előre Budapest és a legközelebbi nemzeti park között, és figyeled a kilométereket, meg kell látni, hogy a karma, ez sem az én karmám. Félreteszem. Ez is a kliens. Félreteszem. Tehát ezt nem kell mindig kognitíve így szépen lépésről lépésre. Mihelyt megszoktad, a látás általi megszabadulás vagy nem azonosulás automatikus tud lenni. Muszáj. Különben elborítanak a hullámok. Okay? És ilyenkor nagyon jó a leborulás és a mantra. Akkor van igazán túltöltve az izsák, ha az intellektusod nem enged leborulni. Tehát van egy nagyon-nagyon kedves tanítványom, aki most épp nincs az országban, de őróla így név nélkül beszéltem veled, és ő is hasonló segítő pozícióban, de mint végzős hallgató, egy budapesti kórházban 2 évet húzott le, és akkor jött a zen, ez amikor már tényleg nem tudta azt a karmát, amit a módszertan és a saját kliensei egyszerre az izsákjába tettek kezelni. Nem tudta kezelni. És az volt a legdöbbenetesebb, hogy az elme önvédelme még a gyakorlatot is ki akarta zárni, és elmondta, hogy Szunyi, pontosan értem, amit mondasz, és meg akarom tenni, és amikor ott vagyok, hogy leborulás, akkor az intellektusom azt mondja, hogy nem. Bizony. Na, ezt kell tudni fölülírni. Mert már attól is félünk, hogy megváltozunk. Már ezt a túltöltött állapotot is jobbnak tartjuk, mint valami mást, amit nem ismerünk. Pedig a meg nem ismert, az itt sokkal jobb, mint az ismert szenvedés. Tehát a nem tudomban bízhatsz, a nem tudható, az tisztít. És ezért kell visszatérni oda, és kipakolni, ha javasoltam, a sajátodat is. De ez egy következő lépés. Néha a kliens karmájára rátapad a tied, az egészet együtt nyugodtan a kukába. Miért? Mert a természetben nincs szemét. A karma nem vész el, csak az energia felszabadul, és az információ átalakul. Nem vesztesz semmit. De azt a kint, ami a transzferencia miatti kényszerű azonosulás, na azt igen, azt nyugodtan elveszítheted. Jó? Köszönöm szépen. Szóval a koreai templomokban mi történik, amikor nincs elvonulás? Például mi történik egy 90 napos után? Elsősorban a koreai templomok működéséről szeretnék egy pár szót szólni. 3 hatalmas réteg van minden templomban, nem egyenlő arányban. Az egyik a szútra tanulás. Ezt a világiak is szokták. Vannak külön buddhista egyetemek, hogy 2 hetente vagy havonta, néha hetente egyszer, mert mennek egy egész délután testét végig tanulnak, és mennek haza. Ez a nagyobb templomokban dívik. Aztán vannak a szertartások, ez minden templomban van, de eltérő mértékben. És Kyolcsétól függetlenül ez mindig van, de eltérő templomi részben, mint a meditáció, hiszen a meditációhoz nagyrészt csend kell. A szertartások azok mindig mennek. És a meditáció az pedig maga számukra a zen, koreaiak számára, az pedig időszakos és csak a szerzetesek végzik. Persze vannak világi zentermek, de ezek nagyon ritkák, sőt sajnos egyre ritkábbak. A konfuciánus megkülönböztetés azt tanította, hogy a szerzetesek csak meditálnak, miután a szútra és ceremónia éveiket betöltötték, megtisztultak eléggé ahhoz, hogy fönt legyenek a hegyen, és a kyolcsikat ott töltik. Na most a Heijé, ami a kyolcsék közötti 3 hónap, a szó szerint a laza időszak. De ilyenkor elmegy ceremóniát gyakorolni, mert abból adományt kap. Ilyenkor elmehet egy szútra egyetemre tanítani, mert hogyha annyira jól tudja a szútrákat, visszahívják. Ez ritka, mert aki már a zen teremben elkezdett ülni és meditálni, az nem nagyon megy vissza szútrát tanítani. És vannak olyanok, akiknek a 3 laza hónap az kicsit sok, és rövid kyolcsékat végeznek, ez az úgynevezett Sancho kyolcse, ami 49 nap,
6 hét, 3 hét, általában ez a 3 hossz szokott lenni. Daesungsa, Koreának úgy kb. A közepén, egy olyan templom, ahol minden évben 2-szer 21 napos Yongmen Jongjin tartanak, ez alvás nélküli gyakorlat. Tehát 21 napig ott vannak a matracok szorosan egymás mellett, és van napi 3 étkezés, de ilyen mikróbákat esznek csak, tehát elképesztő keveset, mert akkor elalszanak. És az első 3 nap a legnehezebb, utána 1 hét, utána megváltozik valami. Egy pár szerzetes végigcsinálta, én nem, és ők mesélték, illetve koreaiak, hogy hát a vége felé azért nagyon alternatív a tudatállapot, viszont föl kell készülni. Több kölcséval, részleges alvás megvonással föl lehet rá készülni. Tehát akik nagyon keményen akarnak gyakorolni, azok 7G alatt is megtehetik. Nehogy meghalljam, hogy valakit most kipróbálta, és akkor így összeesett. Nem. Érted? Ez annak való, aki már nagyon sok 90 napos ült, és éppen ezt szeretné. Aztán vannak a 6-7-es, ugye sima időrend, van olyan kölcs, ahol 14 órát ülnek, és nem ezt a laza hetet, mint mi, de őnekik nincsen annyi éneklés, nekünk van, mert hogyha nem énekelnénk, akkor a csak üléssel sokkal többen szenvednének a saját elmetartalmuktól. Úgyhogy változatos módon vannak, akik utaznak, vannak, akik karitatív programokban vesznek részt, de aki zenszerzetes, az mindig visszatér valamelyik zenterembe kölcsét ülni, legyen az a nyári 90 nap, vagy a téli 90 nap. Buddha Sákyamuni idejéből van a nyári, mert ott volt a nyári monszun, nem lehetett utazni, helyet változtatni is bármi módon elég nehézkesen, és ott ültek a kis kutiban, a kunyhóban, adományokat lerakták ott a kolostor határa környékén, vagy bevitték, a világék is elmentek, de nekik akkor tanítás nem volt, meditáció volt. És Pajcsang zenmester idejében a Tang dinasztiában, Kínában, ez olyan Krisztus után 700-750 környéke, mivel 4 évszakos a kultúra, ezért a téli 90 nap is hozzájött, mert ez a természetes. És keleten a holdnaptár szerint, és itt nyugaton a napnaptár szerint csináljuk. Én azt gondolom, hogy a napsütéses órák követése ez a legjobb. Tehát nálunk a december, január, február, más nyugati zentermekben a január, február, március ez a 3 hónap. Úgyhogy szinte mindegy, hogy mikor, de ezt a 3 hónapot azért érdemes végrehajtani, mert ez a belső nagy javítás. Tehát ha jól csinálod, olyan mély karmákat ki tudsz takarítani, amelyeket életek óta viszel. És hogyha csak kint vagy, vagy rövidebb elvonulásokon vagy, akkor nem tudsz olyan mélyre menni, nem jön föl a cucc. Érted? És ezek a rövid hétvégi zenek, ezek nagyon hasznosak, jó páran, pár tucatan itt csináljátok. És az egynapos zenek is nagyon jók. De aki a 90 napost most végig tolta, az mesélhetne, de nem mesél, hogy ez mennyire más, mennyiben különbözik a hétvégi vagy akár a 10 napos elvonulásoktól joggal. Hogy én kívánom azt, hogy mindenki valamikor az életében ezt a 3 rövid hónapot szánja rá, hogy egy kis nagy javításra beiratkozik, mert enélkül a saját salakunkat visszük tovább, és szennyezzük vele a légkört. Jó? Én azt szeretném megkérdezni, hogy miért van az, hogy elvonulásokon, amikor nem lehet beszélgetni, akkor úgy érzem, hogy nagyon jól működnek az emberi kapcsolataim, és a végén, amikor elkezdek valakivel beszélgetni, vagy elkezdünk beszélgetni, akkor pedig borzalmas. Szóval nem is értem, hogy mi működött a csendben, ami utána, nem működik. Gyönyörű, fantasztikus a kérdés. Élő tapasztalatról beszélsz, ez nekem az életem egyik legnagyobb illúzió vesztése volt, mert nálunk is csönd van, nagy részt, de mondjuk Amerikában nagyon betartják, tehát az ilyen teljesen. És az első 90 naposom ott volt, 94-ben.
És tényleg volt olyan, hogy nem beszéltem 90 napig egy rakás emberrel, de egy teremben ültünk, ettünk, énekeltünk, leborultunk, kint dolgoztunk, és kiépült egy olyan kép róla, ami teljesen romokban hevert az első 5 mondat után, miután a csuppi az utolsó 3-at így eldörrente, és meg lehetett szólalni, megszólalt, és kész. Amit te látt, ez vége volt. És aztán más elvonulásokon Koreában, amikor így láttam valakit, és volt egy ilyen élményem, hogy ő kicsoda, a vége felé így imádkozom, hogy Úristen, nehogy megszólaljon. De megszólalt. És akkor realizálod, hogy igen, veled is ez a helyzet. Tehát amíg te csendben vagy, és csak a nemes bodhiszattvikus jelenlétedet árasztod a világra, addig te a legtöbb ember szemében ilyen szent leány vagy. Kinyitod a szádat, és megszólalsz, kész, vége. Romokban az a kép, ott hever a fogalmaknak a cserepei között, és ez ellen nem tudsz mit tenni, tehát világos, hogy tudomásul kell venni azt az embert, aki ott a saját száján kijött, meg azt az embert, akit hát beszéd nélkül láttál. Miért? Mert mind a kettő illúzió. A beszéd nélkül ez egy kisebb illúzió, a beszédes ez egy nagyobb illúzió. De pillanatról pillanatra úgy vett tudomásul azt az embert, ahogy van. És akkor teszel helyesen, hogyha arra reagálsz belőle, amit meg szeretnél erősíteni. Amire reagálsz a másikból, az lesz az erősebb. Jó. Hogy lehet a helyes elhatározást megtenni a nemes nyolcrétű ösvényen elindulni, hogy a helyes felismerésed meg legyen, hogy lássuk a lehetőségeket, és ne legyen ezer bizonytalanság előttünk. Még mindig meghatároz téged a családi karma. Ezért vagy bizonytalan. Tehát kilépsz a családi karma kötelékeiből, de nem a családból, akkor érzed azt, hogy tudsz előre menni és helyesen dönteni. Ez csak tiszta tudat, rendes ház, ez kell. De meg kell látnod azt, hogy hol szorít a cipő. És jelenleg az anyai cipő és az apai cipő egyaránt szorít. És szeresd őket, légy nekik hálás, mondj le arról, amit nem tudtak megadni, és vidd el a tanulságokat a tarisznyádban, hamüből sült pogácsával együtt, de járd az utadat. Ha nem járod az utadat, csak magadat teheted felelősség később. Egyszerűen, tisztán, mindenkitől függetlenül, de mindenkivel együttműködve. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. A legutolsó Koan interjún olyan tanáccsal köszöntél el, hogy nagyon erős tantienfókusz, és akkor meg lesz a válasz a macskára. Ahogy eddig megjöttek a válaszok ugye a Koan interjún, az soha nem úgy történt, hogy meditációba, leborulás, ének, vagy csak úgy elgondoltam, vagy sétáltam az erdőbe, hanem tényleg mindig ott bent a teremben, ami egy ilyen elmevesztés is, mert ott ilyen minden gondolatom hirtelen elmegy, és tényleg nem tudom, hogy honnan jött az a válasz, ami egyébként ugye elfogadsz. És mégis most utoljára azt tanácsoltad, hogy erős tantienfókusz, meditáció, és megjön. Tehát, hogy, de viszont akkor ez nem fog működni. Igazad van, nem fog működni. Akkor... Mert amit gondolsz, az nem működik. A tantienfókusz pont az a nem tudom, amiből a válasz jött. Ha ragaszkodsz bármilyen formához, gondolati formához, egyéb formához, biztos, hogy vagy nem jó a válasz, vagy nem jön a válasz. Így van, ez így szokott lenni. Tehát működik az én csak nem úgy, ahogy Robi elgondolja, és néha ez a baj. Ha elgondolod a zent, az már nem zen. Ha elgondolsz egy önképet, az már nem az önvalód. Tehát tessék az intuíció gyönyörűséges munkáját úgy elvégezni, hogy az elmének ezt az állandó rendszeralkotó kényszerét, modelláló képességét, a megjósolhatóságot, a biztonságot, a tudhatóságot
elengedted úgy, ahogy van, és ki az ablakon. És most süt a nap. És kész. Ha ez a pillanat tiszta, akkor előbb-utóbb az intuíciót felszínre tudja dobni a választ. Ha nem, akkor az elmédnek ez az elhitt tevékenysége, az azonosulás a gondolatokkal, az érzelmekkel, az egyéb képzetekkel lezárja a tudat felszínt. Érted? És nem tud az intuíció működni. Mert túlságosan tudni akarsz, túlságosan megjósolni, modellálni akarsz, és ne használjuk arra az elmét, amire nem kell, mert nem alkalmas rá. Tehát amikor te kinyitod az ajtót, akkor nem veszett el a fal. Érted? Nem elmevesztés van, nem ragaszkodsz a gondolatokhoz, és végre a résen keresztül bejön a fény. Tehát kinyitjuk itt az összes ajtót, nem omlik össze az épület. Hirtelen nem gondolkodsz, nem szűnsz meg épp elmélyűnek lenni, csak éppen nem használtad az elmédet. Nagyon más. Descartes mondta, gondolkodom, tehát vagyok. A kedves Cartesius mester, most meghaltál? Mert hogyha igaz lenne az, amit mondasz, akkor ebben a pillanatban, amikor nem gondolkodsz, akkor meg is halsz. Ez azért gyönyörű Renétől, mert az európai gondolkodás összes betegsége ebben a mondatban benne van. Ez a logosz betegség, ugye, vallásos szinten, vagy tudományos szinten. Ugye a szóban hiszünk, a gondolatban hiszünk, és nem azt látjuk, hogy ez a valóságról alkotott képzet. Összecseréljük a címkét a befőttel, a térképet a tájjal, az étlapot az étellel, az önképet az önvalóval, és itt követjük el a hatalmas hibát. Semmi más nem kell tenned, mint a gondolkodással, az egyéb képzetekkel való azonosulást feloldani. Semmi mást nem kell tenni, mint nem tenni semmit. És hogyha ezt meg tudod tenni, hogy nem teszel semmit, és nem hozol létre semmit, és nem akarsz semmit, és nem ellenőrzöl semmit, és nem tartogatsz valamit a múltból, és nem azonosulsz így semmivel, akkor a megszabadulás útjára léptél. És akkor meg tudod menteni a macskát. De akkor miért adtad ezt a tanácsot? Mert ez működik. Ami nem működik? Pontosan. Mert nem elgondolható. Úgy fog működni, hogy nem tudod, hogy hogy működik. És ez a jó, ha tudnád, már rég ízekre szedted volna, és egy jobbik verziót akarsz velem elhitetni. De ezt nem fogod tudni. Ebben a nem tudhatóban maradjunk meg, kérem szépen mindannyian, és használjuk bölcsen azt, ami nem gondolat, maradjunk meg abban, ami nem képzett, és használjuk azt a tükörszerű tiszta tudatot, amely sohasem jelenik meg, vagy tűnik el. Mindenkit nagy szeretettel várok rövidebb, hosszabb elvonulásainkra azért, hogy végre tisztább tudatú lényekként működjünk, és segítsünk másokon is ezáltal. Köszönöm szépen!